átbeszéltük, megnéztük. Mondtam évelején is, hogy a bajnokság nagyon nehéz. Tehát 22 mérkőzés, folyamatosan koncentrálni, magas szinten teljesíteni nagyon nehéz. Tehát tudom, hogy vannak ilyenek, és tudtam, hogy lesznek is ilyen hullámvölgyek, hullámhegyek. Most egy ilyen volt, de jól reagált a csapat második fél időben. Szerintem már összeszedetten jól játszottunk, az egyéni teljesítmények is megjöttek. Nem könnyen, de megszereztük a két pontot, és most ebbe a helyzetbe ez a legfontosabb. A hosszú út után kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést. Az első fél időben a védekezésünk nem volt elég agresszív, és a helyzetkihasználásunk sem volt megfelelő. Szerencsére a második fél időben feljavult a védekezés, ezáltal tudtunk segíteni a kapusainknak. Igazi csapatmunka volt, hogy el tudtuk hozni a két pontot. Nehéz sorozaton estünk át. Úgy érzem, hogy jól jöttünk ki belőle, voltak gondjaink, nehézségeink, sérülések, kevesebben voltunk, halasztott mérkőzések, de ezek összességében jól sikerültek, és tartjuk a pozíciót, amire én gondoltam. Volt végre egy olyan hetünk, hogy egész héten készülhettünk egy mérkőzésre, nem volt benne utazás vagy kupamérkőzés, ami eddig január eleje óta mindig közbe jött. Úgyhogy úgy érzem, hogy sikerült rendezni a sorokat, fizikálisan rendben vagyunk, és tisztességesen felkészültünk a mérkőzésre. A bajnokságban is találkoztunk már a Szentendrével, megnehezítették a dolgunkat, fiatal lelkes csapat, nincsen semmi vesztenivalójuk. Fontos lesz, hogy az első perctől kezdve mi domináljunk a mérkőzésen, bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a két pontot. Kellemetlen játék stílusba játszanak, tehát mindenféleképpen oda kell figyelni és szervezetten játszanunk. Én úgy gondolom, hogy azért hazai pályán alapelvárás, hogy itthon tartsuk a pontokat, de ez maximális koncentráció szükséges, mint ahogy mindig szoktam mondani minden mérkőzés előtt. Bízom benne, hogy olyan játékosokra nem is tudok több játékpercet adni, akik eddig kevesebbet játszottak, vagy olyanra, aki sérülésből jön vissza, és lehetősége lesz bizonyítani és kicsit formába lendülni.